kilenc éves voltam, amikor először megkérdezték tőlem, hogy mit szólnál a félcskám, hogyha mi át, És rettenetesen este. És eltelt egy év, vagy másfél év, és akkor megint szóba volt, és akkor mondtam, talán ez egy egészen jó, jó gondolat, hogy ti váljátok el. És akkor a papa külön, és el is váltak, és én kifejezetten büszke voltam. És akkor most egy ilyen vasárnapi apukám lesz, és a hétvéget mindig vele töltöm, és otthon nyugi lesz. Hát de ez a két ember imádta egymást és egyszer arra ébredtem, hogy az én elvált apukám éppen osson ki a lakásba. <laughs> és 12 voltam. éves voltam, amikor megszületett a hugom, orsolya, és 15 éves voltam, amikor megint összeért egy ilyen családi beszélgetés, és akkor megkérdezték, hogy apám kérdezte, hogy kisfiam, mit szólnál, ha én is inkább egy külön lakásba folytatnám, és mondom, papa, ez egy remek ötlet. <laughs> Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát attól függően, mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendége Stankai Ádám. Próbáltam fellelni veled nagyon sok interjút, hogy most végigolvasok minden, mint egy becsületes újságíró. Felkészülök, a podcastokat meghallgatom, az életinterjúdat, és nem találtam. Hát nagyon kevés van egyébként, köszönöm a meghívást. Olykor azért megkerestek, kérdeztek apámról, Südsziláról, saját magamról is, egyszer-kétszer, de. Hát akkor könnyű helyzetben vagyok, mert arra gondoltam, hogy a fogantatás pillanatától elindulunk, hogy. Az is érdekes volt. Tényleg? Tényleg. Hogy volt? Na, hogy volt? Hogy volt? Ha Nem már... tudom, hogy a fogantatás pillanata volt-e az, amikor az apukám és anyukám először töltöttek együtt egy szerelmes éjszakát, mindketten a Miskolci színház tagjai voltak, és hát akkor az még egy ilyen elegáns polgári világ volt, magázódtak, és akkor jött ez a forró éjszaka, ami után apám azt mondta édesanyámnak, hogy Magda, hát veled ez csodálatos volt, Mira anyám azt mondta, hogy na, de Isten, jön, ott még nem tartunk, hogy tegeződjünk. A szüleim egész életükben magázódtak, Úgyhogy nekem furcsa volt, ha elkezdtek tegeződni. Nyilván ez is egy színházi produkció volt a részükről, de én nagyon bírtam. És hogy hogy ment a folytatás? Megszületett a kis Ádám? Hát aztán megszülettem, engem még ott, ott pelenkáztak a muskolci Színház öltözőasztalán, azt talán egyébként Kautsky Armandal együtt, mert akkor az ő szülei is ott voltak, azut és mi Armanda barátok vagyunk. Aztán apám fölkerült a Nemzeti Színházba, egy csodálatos Arturo új előadás után meghívták a Marton, meg a Major, és akkor ott, ott volt tíz évig. És akkor ugye jött a család is, meg én is, ma itt nőttem fel Budapesten. És fel nem merült benned, hogy te is színész legyél? Hát sokáig az volt az egyetlen megoldás, hogy én színész leszek, hiszen mást nem láttam, de ö, volt bennünk annyi belátás <kül> bennem is, még a szüleimben is, hogy aki a boci-boci tarkát nem tudja nem hamisan elénekelni, lehet, hogy nem, nem, nem lesz igazán otthon a színházban színészként. Egyébként jó kis színész voltam, tehát már gyerekelőadásokban is valamit örököltem. És aztán, amikor elmentem színházrendezőnek, akkor én voltam a színházrendező osztályban a legjobb színész. De hát aztán azt sem fejeztem be. És akkor nem is lettél színházrendező? És akkor nem lettem színházrendező. Lettem az újságíró. Újságíró? Írni is imádtam. Gyerekkorom óta írtam, de novelláktól kezdve azt is leértem, hogy mi történt velem az ott volt egy érzéken, biztos az is ott van a szülőgényeibe. És az úgy jó volt, hogy tulajdonképpen akik között felnőttél, mert hát ez az óriási nagy színész generáció, akik nálatok vendégeskedtek, vagy te a színháznál vendégeskedtél, tehát gyerekként ott éltél velük, és akkor egyszer csak mondjuk a mikrofont az óruk alá nyomtad. Ez teljesen jó volt. Tehát nagyon hálás vagyok, hogy az volt az apukám, aki volt, mert őt szerették és amikor én újságíró lettem, akkor, akkor volt egy előnyöm, hogy ez a szeretet, ez, a kamatozódott abban, hogy nekem is megerőlegezték ezt a szeretetet, hogy tudták, hogy a Pista fia fog velem beszélgetni, nyitottabbak voltak, elfogadóbbak voltak, és én ezzel vissza is éltem idézőjelben. Próbáltam méltó maradni apámhoz. Szóval a forró szerelem után azért jött egy-egy vállás is, nem? És gyerekként ez hogy voltatok? Nagyon Még érdekes. Édesapám. Én arra emlékszem, hogy, 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 voltak balhék, tehát voltak balhék, de... Édesanyád is édesapám. É, igen, 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 igen. Valószínűleg ennek az a fő oka az, hogy édesapámat azért elég sokan kedvelték a, a, hölgyek, és egyszer mondta is, hogy, hogy, hogy tudja Magda, mondta anyának én, én olyan vagyok, mint egy virágszál, egyszerűen szükség van, szükségem van, hogy a méhecskék körül döngítsének. Mm. El, most nem tudom idézni, hogy anyám mit mondott el. jó jobban nem, nem idézem. Jó, de ö, aztán lett egy vállás, amikor arra emlékszem, hogy milyen érdekes egy gyerek fejlődés. Emlékszem, hogy kilenc éves volt, amikor először megkérdezték tőlem, hogy mit szólnál a félcskám, hogyha mi elválná. És rettenetesen este. És eltelt egy év vagy másfél év, és akkor megint szó volt, és akkor mondtam, talán ez egy egészen jó, jó, gondolat, hogy ti váljátok el. És akkor a papa külön, és el is váltak, és én kifejezetten büszke voltam. És akkor most egy ilyen vasárnapi apukám lesz, és a hétvéget mindig vele töltöm, és otthon nyugi lesz. Hát de ez a két ember imádta egymást. És egyszer arra ébredtem, hogy az én elvált apukám éppen osson ki a lakásból. <laughs> 12 voltam. éves voltam, amikor megszületett a hugom, orsolya, és 15 éves voltam, amikor megint összejött egy ilyen családi beszélgetés, és akkor megkérdezték, hogy apám kérdezte, hogy kisfiam, mit szólnál, ha én meg is inkább egy külön lakásba folytatnám, és mondom, papa, ez egy remek ötlet. <laughs> ami nagyon fontos, hogy mi tényleg mindent megbeszéltünk. És én, ne, én nem, nem, nem traumatizálódtam attól, hogy a szüleim balhéznak, mert velem utána nem neked leült, és, és nehéz, lesz hogy ezt elhinni, de elméleztek, hogy figyelj, a felnőttek ilyenek. Mi imádjuk egymást, de, de van egy csomó minden, amit még nem érthetsz meg, de majd belenősz, és nem kívánjuk neked, de biztos, de is át fogsz esni rajta. Szóval egy őrült művész családba értem, és mikor beszélgetek emberekkel rájuk, hogy, a legnormálisabb család jutott nekem. Válás ide vagy oda. Tehát olyan, olyan tisztes polgári családokat látok, ahol, ahol a tényleg aknák dőlnek ki a szekrényből a, a, szőnyeg alatt, mert semmi nincs nem kibeszélve, van egy mosoly, és, és hazugság az egész. Nálunk semmi hazugság nem volt. Te de apáddal nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy felemelje a hangját. Ő föl tudta, föl tudta. Föl tudta azért. Föl. Akkor én már az idősebb stankaival voltam. Apám nagyon-nagyon nem... jó fej volt. Azt is anyám elmagyarázta nekem a kis külön, hogy figyelj, apukát sose lesz egy olyan apuka, hogy hát, na akkor azt mondta, hogy sose lesz egy olyan apuka, aztán lett, majd elmondom, hogy hogyan, mint egy ő egy művész, tehát olyan, mint egy bratyó, vagy egy tesó, és tehát tényleg, tényleg olyan volt. Tehát, hogy, hogy nagyon sokáig. Mindig megkérdezik, hogy kisfiam, most hanyadik elemibe is jelzik. Abban ebbe járok, és, és ezt már nem mellemi hanem általános is kell de időnként rengeteget foglalkozott vele, meg elmentünk az erdő, mező, együtt hülyéskedtünk, te imádta. És aztán az én életem is egy vállás, nem az én oldalamról fakadt ez a dolog, nem mondom, hogy a hiba, mert nem hiba. Tehát a az emberek vagyunk. És hát ez nem volt egy könnyű helyzet, akkor voltam 44 éves, és akkor észrevettem, hogy van egy olyan erős apám, aki annyira rám van hangolódva, annyi mindenbe segít, lelkileg, anyagilag, minden, hogy szerintem te lett egy, lett egy nagyon komoly apám 44 éves korom. És ahhoz mit szóltatok, amikor ő időskorára újból megnősült, és elvette a Beát feleségül, és, és az utolsó, nem tudom, tíz évüket együtt töltötték? Apukámnak előtte is volt egy hosszú kapcsolata, minden tiszteletem annak a hölgynek, aki akkor vele ért. mi vele nem nagyon tudtunk egy hullámhozra kerülni, elvált, és akkor jött a be, akit kapásban nagyon-nagyon megszerettünk. Ő egy, egy nagyon remek, remek ember, és azt se hogy apának az utolsó évben volt egy betegsége, amit, ami nagyon megnehezítette az ő életét, és megnehezítette volna a mi életünket, hogyha nem egy sziklaként áll mellette, és tulajdonképpen mellettünk is ezáltal. A, meg kéne valóban szereznem, készült egy felvétel az ő esküvőjükről, hát ha ennyire vicces esküvőt te nem láttál. Tehát apámból úgy előtört a színész, tehát ezt sose felejtem, amikor megkérdezett tőle anyag, hogy akar-e maga, Beát kérdezte először, hogy akar-e, nem tudom, Stanka István feleség, és akkor hogy igen, és akkor akar-e, elveszi a -e feleségül, beállt. és apám állt, ott voltunk, hogy hátrafordult, és Csinált egyet, hogy mit mondjak. Hát, döltünk a rögéstől, aztán természetesen igent mondott. Na, most lássuk azért a te életedet, mert a Sztankai Ádámmal, ha az ember beszélget, akkor akar akaratlanul Kun Magda és, és Sztankai is. Köszönöm, az édesanyám volt. Igen, a kimondtam Magda. a nevét, mert te nem mondtad ki. Kun Kun, igen. Ennyit megértem, <laughs> ennyit megértem unok, hogy elhangozzon a neve. Hogy hogy te hogy cseperedtél? Tehát onnantól kezdve, hogy ebben a családban éltél, nőttél, de hogy, 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 hogy alakult a te életed? nagyon érdekesen az, 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 az alfa és az omegája az én életemnek az, hogy amikor 12 éves voltam, és akkor a szüleim elvittek egy nyugat-európai, szüleimmel együtt elmentünk egy nyugat-európai útra. Akkor lettem 13, mert akkor a hugom már megvolt, és az anyukám húga vigyázott rá. Elmentünk Ausztria, Svájc, Olaszország. És egyszer csak ott én 12-es koromban rájöttem, hogy a világ az nem fekete-fehér, vagy szürke, hanem színes. Beszéltél angolul, németül? Angolul picit, picit, de, de, nem is kellett az, csak láttam, hogy ott mi folyik. És tudom, hogy jöttünk hazafele, hegyes halomnal, és amikor átjöttünk hegyes halmon visszafele, amikor elkezdtek potyogni a könnyeim, és akkor ö, ö, ezt is le kell fordítanom szalonképes anyám ránézett apámra, és akkor azt mondta, hogy Istvánkám, mi valamit nagyon elrontottunk. És akkor apám mondta, hogy látom. Na, akkor ennyi, legyen ez így elég ahhoz, hogy én 19-es úgy döntöttem, hogy diszidálok ebből az országból. Érettségi után? E, Talán igen, egy évvel vagy. Hol érettségisztél? Hol is? Ja, és est, dolgozók esti gimnázium. Ezt nem mondod? Azt hittem, kezd... hogy valami tisztességes egyházi iskolában. Öt év alatt végeztem el a, a, a gimnáziumot, kezdtem a Modácsi gimnázium drámát tagozatán, ami akkor indult, azt a várkonyi Zoltán találta, hogy művészképző legyen csodálatos is volt, csak a, a, az ottani pedagógusok kitárták, hogy na jó, de azért a bohócokat egy kicsit szívassuk meg, és legyen 8 matek és kilenc fizika, és nem. Tehát ott álltam, és azt mondtam, hogy ez mi? Úgyhogy a másodikat, ö, azt már nem sikerült abszolválnom a reáltárgyak miatt, akkor egy, egy a lejjebb került. így lehetett osztálytársam Kavucki Arban ismerő alattunk. <laughs> Aztán elkezdtem játszani kisebb darabokban a Radnóti színpadon, a anyám asszisztens volt, még ott az Árpád gimnázium is befigyelt egy pár hónapig, de elkezdtem fölépni különböző darabokba, és akkor kiderült, hogy ez nem fog, tehát nem tudok egy nappali gimnáziumba járni, úgyhogy benne vagyok már öt előadásában radnóti színpadna, és akkor így átmentem egy esti Csak És akkor ilyen köművesekkel, asztalosokkal, munkás, Hiszette? arra a Az akkoriban a dolgozók esti gimnáziumban jártak a jófejek, akik utálták a rendszert. Iszonyú, iszonyú, értelmes, polgári családok gyerekei voltak a akiknek ugye nem konveniált a rendszer, ezt ki is fejezték, ezért aztán ugye megnehezítették a gimnáziumi tanulmányokat, és kikötöttek az esti gimnázium. Olyan tanáraink voltak, hát hiszen a, kik tanítottak ott? Olyanok, akiket kilöktek. A rendszerből kirak. Olyan történet tanárom volt, hogy, hogy csodálatos történet. És mégis mielőtt a viszidálásodra Igen. rátérünk, visszakanyarodok, hogy hogy hát édesapát sem volt nagyon boldog ezzel a rendszerrel. Ő azért került a József Attilába, mert ő is a színházba, mert ő is a pályaszélére került. Nem, Valami miatt. nem miatt. a ő, hát azért ő nagyon vezető színész volt, mind a nemzetivel, mint a madácsba. Ő akkor ment át, szerintem, amikor a Madács elkezdett műzikálni. Tehát ez sok sokakkal megtörtént, nagy színészekkel, és neki a Léner Péter, az akkor egy gyerekkori barátja volt. És, és ment. gondolom, ez egy ilyen én jó, meg gondoltam, hogy hát... a darvasra, aki az 56-os hmm. múltja miatt. Tehát nem, hát nem, hát semmilyen nem volt, Semmilyen nem volt. Hát nem. nem. Hát itt nagyon nehezen vették föl. Hát én tudom, hogy ugye harmadszor vették föl, meg ez a történet, hogy mi volt az édesapja, és akkor az utó harmadiknál azt mondta, hogy pásztor, milyen pásztor, lelki ez, ez, ez egy jópofa történet, de azt az kevesen tudják, hogy Simon Zsuzsa, aki azért nyakik benne volt a kommunista rezsimben, azt mondom, amikor nem vették fel, majd második, második jelentkezésén, apám ugye iszonyú csórók voltak, hát ugye nagyapám pap volt, nem volt pénzük arra, hogy az apának vegyenek egy rendes zakót, ezért felvette a, a, nagyapám zakóját, ami éppen nem a legjobban állt neki, és akkor is anyagát a felvétel, és akkor Simon egy és mondja, maga, nem pupos, hát puposan akar idejönni a főiskolára. ez hát az egész életén nem fájt az apámnak ez a mondat mert rosszul állt rajta a zakó, mert nem volt pénzük arra, mm. hogy vegyenek egy. És ez így is, ezt mindig elmondta, hogy, hát azért az, azért az nagyon... Egy húsz éves ember, aki azt oda van, megy, ott pupos. kirakja ezt, és akkor megkérdezi, pupa sem érjön színésznek. De kegyetlen És milyen volt a nagyapád? Szerintem egy nagyon jó fejpali volt. Én ugye 14 éves voltam, azt hiszem, amikor meghalt, tehát nagyon nem ismertem. Az, mindig elgondolkoztam, hogy, 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 hogy ugye hallottam ezt a kicsit mézesmázos hit, hit világot, és nagyon dohányzott, szeretett borozni, nem volt alkezdte, hogy borozott, és úgy, és úgy, és, úgy, láttam, hogy ugye a hölgyeket is szereti. Utóbb meg tényleg szerette. <laughs> ez nagyon világi, helyes pali volt egyébként. De nagyon komoly, nem tudom, a második vatikáni zsinat neki volt Rómába, görög-katolikus ott min, misézett a pápa mellett jogtudós volt, egyházi jogtudós, doktor lett, volt egy pecsétgyűrű, én mindig azt mondja, hogy ez azért az unokámé lesz ez a pecsétgyűrű, aki először fog doktorálni. Hát ez a pecsétgyűrű. Senki nem Vácsorog, Hát sor Szóval a, a, 19 év leérettség is. Igen, és akkor, akkor kimentünk apámmal, mondtam a szüleimnek, hogy akkor most hamarosan diszidelni fogok, de talán az lesz a legjobb, hogyha a papával előtte kimegyünk, körbenézünk Bécsbe. Apám mondta, hogy, jódak, hogy lehet, hogy veszek egy kötőgépet, mert ez az a korszak volt, hogy, hogy, hogy jó-jó pénzt pénz lehet csinálni. És akkor kimentünk kimentünk mézbe, találtunk egy Pannonia turista szállás nevű, egészen kellemes magyarok által vezetett panziót. Ők egyrészt intézték a kötőgépet, amit aztán hál' Istennek nem vettünk meg, mert kutya nem használtam volna. De azt mondták, hogy akkor ők várnak, és ők majd segítenek elindulni. És akkor hazajöttünk, és akkor befizettünk egy ilyen háromnapos Bécsi útra. Előtt elmentünk, az indulásom előtti este elmentünk, anyám, megnéztük az Elfújta a szél című filmet a, a filmmúzeumban. sírtátok a búcsú jelenetet a repülőtéren? Igen, és akkor nem, hát az is, akkor hazamentünk, mert hát anyám vett nekem egy szép májva színű garbót, hogyha ideg lesz, és hát ugye, nekem hajnalba indult a buszom, és akkor a mondta, hogy vigyázz magamra, kisfiam, haza és engem hagyjál aludni, mert... És akkor reggel kimentem a buszállomásra, felszálltam a buszra, ott kiderült két perc alatt, hogy, hogy a fél busz ilyen korombeli fiatalokból áll, és akkor egyszer csak ott leléptem, és akkor ott mm. kell el kellett menni a Trájszkircheni menekültáborba, és egy hétre, de aztán mehettem vissza a Pannonia turista szállásra, akkor a Püski könyvesboltba bekuncsorogtam, tudod, egy kedves hölgy, aki fölvett ilyen kifutó fiúnak. És akkor teltek, múltak a hónapok, és hát én beadtam, ott volt egy eljárás, hogy be kell tenni, hogy hova akarsz menni. És hát mondtam, hogy bárhova, Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, Kanada, minden valahova, de az itt, itt, nem szeretnék lenni, a Bécs, akkor, Bécs szerintem a világ legjobb város, akkor nem az volt, akkor még egy ilyen provinciális hely volt, még szerintem volt, katonatisztek voltak a hivatalokban. Mondd az évszámot, hogy ez mikor volt? 82-83, így, így volt ez valahol. 83. Nem, 83 és 84 ben jöttem vissza, És, és azt láttam, hogy azok a srácok például, akik egy velem együtt kimaradtak, azok mennek tovább. És hát ez nagyon, nagyon fájdalmas dolog, mert a bejöttek azóta a mi jöttek ilyen pálmafákkal, meg nem tudom, telefestett nagy buszok, és akkor azok vitték ki őket a repülőtérbe, és szreppentek szét a világ. Én meg ott álltam, és néztem, hogy, hogy én miért nem. nem hív be, azok előtte behívták az embert interjúra a különböző nagykövetség. Engem nem hívtak be. Ja, és tudod, hogy miért nem? Azért nem hívtak be, mert engem az elején megkerestek ilyen emigránsok, akik, magyar emigránsok, akik a, 40, akik a háború után emigráltak. Tehát nem 56-osok, az egy korrektebb társaság volt, ezek nem azok voltak, és volt ilyen, hogy nemzetőr, körül meg nem tudom, ilyen emigráns újság, és kérték, hogy meséljem el, hogy nekünk mi is az a borzalmas életünk volt itt, annak ellenére az apukám egy híres színész, és akkor mondtam nekik, hogy hát engem a borzalmas életünk volt, fölkergettek minket egy panorámás gellért egy lakásba, apukámat dédelgetik. Mondom, nem uraim, mondom, én utáltam, ez, ez egy hazug rendszer, én kiskoromban voltam nyugat európa ez, ez, ez az se igaz, amit kérdez, én, 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 nem szeretem ezt a komcsi virtsaftot, ami itt ebbe a világba folyik, de mondom azt azért ne képzeljék, hogy miután utálom a hazugságot, azzal kezdem itt a karrierem, hogy elkezdek hazudozni. És egyébként az volt az érdekes, hogy tényleg ez volt az első ösztönös érzésem, aztán arra is rájöttem, és egyébként, ha megtenném, akkor apám mi mit csinálna otthon, amikor ennek igen. Na mindegy, szóval aztán így teltett egy csomó idő. Maradt el Ausztriában? Hát még ott, ott, igen, ott, ott nem, 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 tudtam és tovább menni. apádnak, szüleinek semmi bántódása nem lett? Semmi, rosszul, anyámat dálkár. utánam nem küld, megjött közül a behívom a katonassághoz, és anyámat, anyámat, utánam küldték, kapott némi pénzt, hogy akkor mindenképpen hozza az Az gyönyörű volt, az egy gyönyörű történet. Megérkezett a a, a, busz, anyám leszáll, és, és rókabon, és fiacskám, kezdjük az haza és most mutasd meg nekem ezt a várost. <gül> <gül> és akkor nagyon szép három-négy napot együtt töltöttünk, és aztán... Hazajött, az haza, és elmondta, hogy nem jön a fiam. A fiam. nem fog hazajönni, jó. De aztán telt múlt az idő, én minden akkor, akkor búsultam, mert mindig akkor nekem kellett valami. A ja, könyves, rendeltek könyveket, és akkor ott a, a, Kertner strasszén, az ott volt ez a büsi könyvesbolt, volt a Stefan Kirche mögött, tehát a belváros közepén, és akkor én kis, kis, ilyen kis fordárkocsival toltam a könyveket reggel feladni a postára. És ott mentem az elegáns Kertner strasszén, ez a kis és mondom, ez, mondom már nem, szóval ezért jöttem. Ennél már otthon is Ennél már otthon is jobb. És akkor az történt, hogy a Madarasi József színművész, kiváló színművész, apámnak nagyon nagy barátja volt, egy közös gondolatuk nem volt egyébként a világról. Hát ő nagy eleget. kommunista volt. Hát ő, 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 kommuni, ő kommunista volt. Nagyon kemény. És ő a kádár ev hogy rugja ki az acélt, és nem, tehát, Igen. Na, de imádtam. Apám is imádta. És akkor kifundálták, hogy jól engem csak haza kéne már csábítani, vagy meggyőzni, hogy jöjjek haza és a Józsinak egyrészt a földje is volt, másrészt egy faluból származtak, vagy szomszédos faluból, a Berec János a párt főideológusa volt. Sok minden volt, ez volt a fő tulajdonság, hogy ő a párt főideológusa. És ez a fő volt a Józsi, és azt mondta, hogy te figyelj, azt üzeni a Berec Jáncsi, hogy, hogy gyere haza, mert nem tart ez már sokáig. Hát ugye akkor már a 20. évenben jártam, mondom, hogy hát ez mit jelenthet? Na, biztos azt jelenti, hogy megszüntetik ezt a marhasságot, hogy nem tudom én csak évente egyszer, akkor lehet, hogy évente egyszer lehetett utazni nyugatra, hanem nem, hogy valahogy nyitnak a világ felé. és enni, enni, az is jobb, ha... Na jó, de abban az időben még simán voltak politikai fogjuk, tehát a rendszerváltás, hát, hogy ne még, gondolni sem mertünk. Hazajöttem, és akkor, akkor jöttek a rendőrök minden este, nagyon helyesek voltak egyébként, este tízkor csöngettek, jöttek meg, hogy otthon vagyok -e. Nem kellett otthon lennem, de hogy, tehát nem volt ilyen, hogy házi őrizetet tehát jövett, de este azért oda a rendőrök. És emlékszem, amikor először, vagy nem, nem először, amikor másodszor csöngettek, és akkor anyám megért, hogy szomszéd valami baj, beházás, kimentem ott, tehát egy mondom, itt vagy? Na sem, nyugi, csak a rendőrség. Jó van, fiam, akkor nincs semmi baj. <laughs> tehát teljesen abszurd. És meg semmi tárgyalásod, az... szem... semmi nem De a, a, katonai ügyészségem volt a tárgyalásom, a katonai szolgálat aluli idéglenes kibúvás büntet. Ja, itt ez volt a fő bűnök. Ez ja, volt a fő Idég... Igen. voltál. Igen. És akkor még mondta is ez, mondtam, hogy nekem nem kell ügyvéd, és akkor mondta az ügyész, hogy az ide, de lesz egy ügyvéd, de ügyvédje, úr, mert itt azért a Jehova tanúi hasonlók, még 12 évet szoktak kapni. Te... És akkor volt egy tárgyalásom, ahol, ahol az gyönyörű volt, a, a, az ügyé, a vádbeszéd és a védőbeszéd, ez tökéletesen összecsengett, és az ügyés is mellettem szólt, hát nem akarták, hogy egy híres színész gyerekével balhé legyen. És azt találták ki, hogy igaz is volt részben, hogy jelentkeztem filmrendezőnek, de mert nem vettek föl, ezért úgy a magam, hogy azt se tudtam, mit csinálok. Szó szóval nem volt, tehát tényleg jelentkeztem filmrendezőnek, bár az egész az ilyen futó dolog volt, nem is említettem Ez mert ez nem volt ilyen súlya. Na, mindegy. És, és nem a... csuktak be, nem zártak be? Nem, hát felfügg, sőt, kaptam bírói mentesítést is. Tehát az azt jelentett, hogy nem nincs büntetett előéletem. Tehát akkor ottan... megjött a rendszerváltás, és akkor már eszedbe nem jutott, hogy szabad emberként a szabad világba elinduljál? Hogy újból nekivágja a nagyvilágnak? Uh, mm, akkor már túl voltam, a, akkor már ott hagytam a, a, a színházrendező ahol idő, időközön fölvettek, mert nagyon belterjesnek ítéltem, és nem úgy volt belterjes, mint a gyerekkorom, ahol tényleg a Gobi a Hilda, Márkus László, Mársáros László, Major, nem tudom sorok, akik jöttek, mentek a nappalinkba, és tényleg a legnagyobbaktól hallottam, hogy mi is az, hogy színet, hanem hogy ne, annál kisebb emberek belterjessége volt, és akkor eljöttem onnan. És akkor nyitottunk egy videótéket egy barátommal. Nagyon jó ment a videótéka, de aztán elkezdtem egy időt pár évig csinálni, és akkor aztán rájöttem, hogy ez micsoda, hogy, ez, hogy, hogy, hogy nem szégyelem én magam hogy a 168-szoránál <kül> dolgoztál sok évtizedig, Soké, sokáig. Ö, ott azért nem csak színészekkel, művészekkel csináltál e interjút, Igen, de a, a, politika, a politika ott azért becsorgott az életedbe, tehát kellett nagyon keménykedni, és akkor még mindig a szocializmusban vagyunk egy picit. Ez egy érdekes helyzet volt. Én azt gondolom, hogy ugye akik akkor a sajtóban a vezető pozícióban voltak, nyilván nem a jobb oldalról, nem tudom, hogy akkor ott mi volt. Mind, mind, mind a kádárkornak a, a, a leszármazottai mi? voltak. Én nem láttam át ezt az egész dolgot, én azt sem tudtam, hogy mi az, hogy... Én úgy, úgy mellettem újságul, hogy az anyám kezemben nyomott 29-es körönben egy hirdetést, hogy indul egy Budapest médiaintézet. Intézet, viszonylag jó nevű. Direkt nem mondok neveket. Nem azért, mert nem akarok neveket mondani. Jót, jót, nem nagyon tudok mondani róluk, rosszat nem akarok. Meg minek, tehát, igen. Minek. És akkor oda fölvettek, és bekerültem egy olyan osztályba, ahonnan egyenes út vezetett a 168 óra. Azok után, hogy megírtam az első riportomat, még ott az iskolában, és akkor a mi volt az első? A, a Lukács kiket menni a Lukács fürdőbe. Az volt a kulcsmondat, hogy minden különböző figurákat írtam meg, akik ott, ott a Lukács fürdő, és azt írtam, hogy közös kádban vagyunk, nehéz innen kimászni. Tehát... De a Lukácsba jártak a nagy hírességek én is. Szokott. Ott lógatták hát mind a azok lábukat. is, meg a, meg a nem, tehát, Igen. tehát egy közös kád volt az is. Ez jó. És akkor, és akkor ott tudtam ott a 168 órán. Aztán rájöttem, hogy hogy ez, ez, azért, ez, ez az élet furcsa fintora, hiszen azért ez tulajdonképpen ez a lap, ez odakötődik, ahonnan én eldisszidáltam magam. De akkor lett egy feleségem, aki, 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 egyetemre járt még, és mindenki azt hiszi, hogy ad, hát egy színész gyerek, ez a papa biztos tömű. Tehogyis, hát, is, hát meg nem is fogadtam volna tehát. És akkor aztán eltartott 23 évig, hogy mondjam. 23 év a 168 Igen. szoránál. Igen. És a politikával hogy boldogultál ott? A, az akkori vezetésnek az egyetlen az egyik, nem az egyet. Szakmailag ér, nem volt rossz, hiszen értettek a szakmát. Tehát, tehát ért hát, a legjobbak kerültek hogy onnan oda, odafigyeltek a mondatszerkezetre, a szavakra, a stílusra, a, tehát rosszul ott, ami van mindegy. Tehát volt egy szerkesztő, akivel megbeszéltük a megírt anyagot, akkor volt egy olvasószerkesztő, aki kiművelt, értelmes ember volt, akinek voltak aki javaslat, hogy még hogy talán ezt a szót így egy még lehetne. Főt, nagyon finom munka, munka ment. Ott. De közben, rájöttem, hogy azért ideológiailag én nekem sok közöm ehhez nincs. És ami, ami a becsületére legyen mondva a vezetésnek, hogy ezt azért valahogy ők rájöttek, hogy én tulajdonképpen nem vagyok egy igazán valós fiú, és például is, hogy Gyurcsány kormány alatt azért írtam keményen kritikus nem politikai, tehát szakmailag kritikus. Akkor orvos volt a feleségem, és az egészségügyben annyi maraságot csináltak, hogy, hogy ez És én ezt megírhattam. És, és, rendszeresen jelentettek fel a főszerkesztőnél, hogy a hogy... És akkor a főszerkesztőnk az igazat írt. mert mi egy újság vagyunk ez azért nem minden cikknél volt így, és nem minden kollégá esetében. Te végén most kikötöttél a, 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 nagy interjúid, azért leginkább színészekkel, művészekkel igen, van, igen, tehát igen. visszakanyarodtál hát az meg, eredeti... Meg az olyanokról írok portrékat, akik már nincsenek, de nagyok voltak. Igen, elég. igen, 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 Tehát a végén újságíró lettél, meg a televízióban, igen. a, hogy voltat csináljátok, meg azt. Stankai mozit. Igen, most éppen az. Hm, sok filmet nézel? Hát kénytelen vagy. <gül> hát majd <laughs> nyilván azokat, azokat mind látom, ami a szlankai moziában megy. Hogy mondjam, sokan hiszik azt, hogy azokat a filmeket én választom ki. Nem volt egy ilyen, mondtam, hogy én ezt boldogan csinálom, ezt a szlankai moziát, nyilván nem ismerek annyi filmet ilyen mennyiségben, hogy, hogy havonta, tehát hogy kérek segítséget, de azt kérem, hogy, a, hogy akik kiválasztják a filmeket, olyat válasszanak, ami amit nem kell Szégyenlem. És eddig. Megnézted a zuhanás anatómiáját? Mindent megnéztem. Megnézed? Persze. Persze. Csak a vállás miatt jutott eszembe, hogy váltatok, hogy nem, nem érezted át ennek a súlyát? Anyaj, hát, nem, nem váltál még soha. Dehogyis, De Hosszan <laughs> tudnék erről mesélni. Hál' Istennek nem én vagyok most a riportalanya, hanem te. De ez nehéz vállás volt neked? Ah. De igen. Én, úgy azt mondom, én egy egyszerű pali vagyok alapjáraton. Akkor nem hasonlít a Hát, De, de egyszerű. tudod egyszerű. mit? Tudod igen. mit? Amikor közbevetőleg beával élt már együtt, ki keresem apmat, Istennek Istenek, nem érem el, följön a bát, nem tudod, hogy hol az a Hol lenne? Kim van anyádnál a temetőbe. Tehát... Igen. Szerintem is egy egyszerű pali vagyok. Azt hittem, hogy az első feleségem is az. Kiderült, hogy nem az biztos én is tehettem erről. A jelenlegi házasságomban, ami most már, most már idén, ez lesz a leghosszabb házasságom. Az volt rövid, igen, mert az is majdnem 15 évig tartott. Én 15-öt mondtam, a feleségem, aki elhagyott, az mondta, ez csak 14 év volt, 14 év, 7 hónap volt. Matematikailag közelebb van a 15 -öt. Na mindegy, de most már 15 éve leszek együtt a második egy feleségemmel. ránézek a fotóitokra, akár az esküvői, akár a későbbire, én ezt a két embert nem tudom összepasszítani téged, meg a mostani csodálatos feleségedet, aki úgy táncol, mint az álom, olyan teste van, mint az álom. Hát miért is én, -e Jó, hát nem te így vagy, de... <gül> <gül> de... nehezen, hogy hogy jött ez így? Hát... Figyelj, mi nagyon összeélünk, mert ő is egy művész ember. Tehát mielőtt találkoztunk volna, én valakivel találkozgattam egy, nagyon szép lánya, apám ismerted, ő nagyon civil volt és még nem ismerte apám a Korinát, és Pala Korina és díjas táncfűvész. csak úgy beszéltem róla, és ezt így leültem apám a kávéz, és azt mondom, papa, te szerinted melyik irányba érdeklődjek inkább? Vércskem, a balerina. A balerina. <laughs> 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 Ez jó. Ez Orsival hogy vagytok? Orsi van, nagyon jó. ő, ő találta nekem a balerinát tulajdonképpen. Persze. De hol? Társkeresőm? Nem, hanem ő akkor az Egri Színházban dolgozott az Orsi legjobb barátnő, a járó Zsuzsi, és a Csikágóra készültek, és abban volt benne a Korina. És akkor többen a járó Zsuzsival. Járó, járó Zsuzsi találta, de az Orsi közvetítése. És akkor mondta, hogy ott van egy, hogy figyelj, hogy a, te most utáld a nőket, meg mindenféle bajod van a nőket. Van egy, van egy lány, ott táncol, egy nagyon jó táncos nő, de utálja a palikat, mert hogy neki is. Szerintem nem, nem, nem össze kéne találkozni. megnéztem az interneten, <coughs> és... igen. És <Szély. tos> akkor betanultam az életét, mindent, amit már ugye adott interjúkat művészként, és akkor elmentem egy premierre, a Chicago premierére, nem mentem oda, az, de megvártam, hogy véletlenül oda bemutatni, hogy Spalakorin, és Sztankai, a Spalakorin, te egyszer jelentkeztél a Nürnbergi Baletthoz. Láttam, hogy néz rám elkerekedett szemmel, akkor még megdobtam még egy-két ilyen. Hát senki nem. Jan, Orsi is tudta, Orsi is nézett, nem még nézett, nem ors is, de a újs, újságíró, de hát attól miért kéne tudni, hogy... És... és akkor, akkor Kori mondta, hogy hát lesz majd neki saját koreográfiája itt a nem tudom melyik színházba, táncszínházba valahol ha gondolom, majd nézzem meg egy hónap múlva, és akkor egy hónapig csönd, és akkor megnéztem ezt a koreográfiát, egyébként tényleg tök jó volt, bár addig ne, én nem értettem a táncot semmit, de Most már értesz? Most már többet, tehát most már többet neki köszönhetem. És akkor utána ráírtam, hogy hát a mission is completed, ha gondolod, akkor beszélgessünk. Egy hónap múlva kim voltunk nyaralni Horvátországba, de úgy, hogy mondtam, hogy külön szobában leszünk természetesen. Te mondtad? Én mondtam, hogy kapsz egy külön Konzervatív szobát. Nem volt nevelés. E eljártunk ebből, még beszélgettünk sem, meg láttam, hogy ő is ezer vérzik. Mondta, egy hónap után az én neki már furcsa volt, hogy még <laughs> <laughs> milyen ilyen úriember vagyok. És akkor lementünk Horvátországba, és akkor egy darabig terek külön szó, de aztán ott megtört a jég, és akkor... De 15 év. és ez jó, persze. Térjünk vissza egy picikét még az édesapáthoz, mert most Olyan. lett volna a születésnapja élete. Hát 88 tehát most 10 éve lesz, hogy meghalt. 88. Ma már egy 78 éves, de akkor az ő korában is, még fiatal ember számít, tehát korai volt az ő halál, halála. Sajnos a betegség az, ami úgy, hogy kivonta az életből. Hogy mondjam ezt finoman? hogy szerintem ő ebbe is zseniális volt. Ő alzheimer lett, de nem jutott el oda, hogy, hogy ne ismerjen meg minket, vagy sok minden problémája volt. De egész életében attól félt, hogy majd ő elfelejti a szöveget, hogy volt ez a, fele, a felejtéstől volt benne egy ilyen félelem. És nyilvánkor amikor lett, akkor sosem mondta ki. Azt mondta, hogy nekem nincs ez az alc, nekem nincs, nincs, regszem, csak én. És akkor eljött egy pillanat, hogy nem volt hajlandó nagyon enni, nem volt hajlandó nagyon inni, és gyakorlatilag fizikailag nagyon lerombott, és végül is egy tüdőembólia végzett vele. És ugye utána beszélgettünk szakemberekkel, és aztán, hogy ez egy hogy döbbenetes, mert az alzheimer az az egyik jellemző, hogy már azt se tudják ma meg megszólalni, nem tudnak, de esznek, isznak. Szóval apám el akart venni. Igen. És tulajdonképpen igaza volt. Hát persze. Ő ezt a passzív, vagy aktív, vagy milyen Igen. ki nem mondott eutanáziát Igen. vállalta. Olyan érdekes, hogy ezzel az álc meg a demenciával milyen, milyen finoman, csinyán bánunk, hogy mintha egy nem létező betegség hát lenne. Nem is nagyon... Pedig a, a tudósok azt mondják, hogy aki megér egy bizonyos kort, az biztos, hogy előbb-utóbb előbb jelentkezik persze. nála, de hogy ez még mindig olyan szégyen teljes dolognak számít. Hát, és, de ez, a, ez hogy mondjam, ez is, ez is, nagy baj. A másik nagy baj, hogy nem tudnak velük mit csinálni. Tehát az a végén az, a, az a kerestünk apámnak elsősorban a fizikai lerobbanása, miért egy intézményt, ahol, ahol napi szinten tudják őt, őt és nincs, mert hogy ezek problémások. Szöknek, Szöknek, agresszívek, el. nem tudom. De és talán nem volt agresszív, legalábbis. Az utóbb, egy orvos ismerősnek köszönhetően bekerült egy belosztályra, egy kórház belosztályára, nem ott volt a helye. Mi, fizet, mi, fizettünk egy, egy ápolónőt, akit nagyon nem kedvelt. Marika néni. Úgy, úgy, általában akkor már úgy nagyon zord volt. Mink velünk nagyon kedves volt a család, de hát kiderült, hogy azért, azért a papa az papa, mert mindenkivel kellemetlen volt, és egyszer bement hozzá egy gyönyörű gyógytornászlány. Azzal nem volt agresszív? Apám föltámadt. Igen. Jövő, a ezt tudom, nem volt az ő ízlése, igen. Ő. Igen, de a szép lányokat. A szép lányokat a... szerette, igen. Nagyon szépen köszönöm, Stamker, Hát igen, köszönöm szépen. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat. Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.